Jó reggelt, hölgyeim uraim! Szeretnék köszönetet mondani a meghívásért, amelyet a kollégámtól és barátomtól, Borbé Pétertől kaptam, hogy ezúttal legalább virtuálisan visszatérhessek Budapestre, és hozzájárulhassak a konferenciás sikeréhez. Először és én jártunk már korábban Budapesten, ami egy igazán gyönyörű város, és um, egy pár napig élvezhettük a szép épületeket, templomokat, és egy uh, nagyon jó vezetett uh, körútunk volt, amiben megismertük a város történelmét is. Szép időnk volt, és nagyon jól éreztük magunkat. Szóval nagyon köszönöm hogy ezt megélhettük, és örömmel várom a következő utazásunkat. Ezeken a képeken azt láthatják, hogy mi is egy nagyon szép. Björn Ludwig, Björn Zakrissonnal és Márkorozzával együtt szintén publikáltak erről a non-compliance, vagyis a páciens együttműködését nem igénylő készülékről, amelyel lehet mezializálni fogakat és itt bemutatták azt a sok, sok komponest amelyekkel lehetett mezializálni az oldalsó fogakat. Björn vég, rengeteg kutatást végzett és publikált ebben a témában, és egy anatómiai javaslatokat fogalmaztak meg, az implantáció, implantátumok behelyezési területét, illetően mutattak egy nagyon hasznos sablont, ami megmutatja az implantáció ideális pozícióját a szájpadlásban zölddel, és a, a, a kicsit a, a kompromisszumosabb, az egyéni anatómiai variációk függvényében előnyös vagy hátrányos területeket sárgával jelöltek, a pirosabb pedig azokat a területeket a szájpadlásban, ahova nem érdemes implantátumot tenni. <laughs> és uh, amikor uh, Björntől mindig uh, tanácsot kértem egy-egy esettel kapcsolatban, <laughs> akkor mindig uh, azt mondtam, amikor küldtem neki ezeket a fotókat, <laughs> hogy uh, zárd be a részt. És uh, Björn nagyon tehetséges és, és nagyon jó tapasztalata rendelkező klinikus, aki több száz uh, ilyen implantátumos, szájpad implantátumos esetet uh, kezelt, és ezért, amikor azt javasolta, hogy zárjuk a réseket, és uh, használjuk ezt a sablont, uh, az okluzális... Uh,